Folytatjuk a munkát, amint már említettem, a 76-os, illetve 80-as szakasz értelmében rátérünk a mai ülésnapi rendjének megállapítására, amint már szokásos, a meghívóval ki lett kézbesítve a mai ülésre ajánlott napi rend. Vitára bocsájtom ezt a javaslatot. Kíván-e valaki hozzászólni? Horváth Dániel, tessék, megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Napirendi pont módosítási javaslatot szeretnék benyújtani, méghozzá az első és második napirendi pont kapcsán, mivel erre megkért az Oromhegyes Helyi Közösség Tanácsa. A következő lenne, az első két napirendi ponthoz mellékelt javaslatokat az illetékesek nem juttatták el a helyi közösségeknek, de nem lehetett még 2014. február 23-án sem megtalálni azokat a község honlapján, ezért a helyi közösségek még csak meg sem tárgyalhatták és nem is véleményezhették a javaslatot. A módosítási javaslat pedig a következő lenne. Az első napirendi pont rendeletjavaslat a Magyar Kanizsa község területén gyakorolt kommunális tevékenységekről, kötőjel a javaslat társadalmi vitára utalása. Második napi rendi pont, rendeletjavaslat a kommunális szolgáltató közvállalat kizárólagos tevékenységgyakorlási jogosultsággal való felruházásáról, kötőjel a javaslat társadalmi vitára utalása. Ezt szeretném írásban is átadni. Köszönöm szépen a szót!